két jó óvodás gyermekek egyik kedvenc programja a farsang. Marát Zsuzsanna, az intézmény óvónője azt mondta, a kicsik már hetekkel az esemény előtt készülnek, és tervezik a jelmezválasztást. Hetekkel ezelőtt készülnek, tervezgetik, hogy milyen jelmezük legyen. Egy kis jelmezverssel is készültek, amit majd a későbbiekben elő is fognak adni. Kincskereséssel készültünk ma a gyerekeknek. A kincskeresés központi eleme a fánk volt, amit a kincskeresés végén igazi fánkot meg is kóstolhatnak. Nagyon szeretik a gyerekek lekvárral, és készülünk még különböző programokkal, seprűs tánccal, székfoglalóval, sok tánccal, vigassággal, és reméljük, hogy a gyerekek is jól érzik majd magukat. Az intézmény minden évben készül farsangi mulatsággal. A Covid ideje előtt a művelődési házban egy nagyobb jellegű farsanggal készültünk, aztán azóta a szülőkkel való megbeszélés után is úgy döntöttünk, hogy így magunk közt csoportszinten tartjuk meg ezt a programot, de így is nagyon jól szokott sikerülni. Úgy vesszük észre, hogy nagyon jól érzik magukat, ezt el is szokták mondani, és még napokkal utána is beszélnek a farsangi kavalkádról. Szerintem azért fontos, mert a hagyományápolás, ami nekünk az óvodának is egy fontos eleme, ez a gyerekek számára is megismerhető legyen, és ők is majd talán továbbadják ezeket a szokásokat. A két óvoda jelenleg egy csoporttal működik. Jelenleg 19 gyermek jár az óvodába. Hamarosan egy kislány taggal bővülünk márciusban, úgyhogy akkor így 20-an leszünk. Vegyes csoporttal működünk, úgyhogy egy kicsit ez valamikor nehézséget okoz, amikor a nagy csoportosokat készülünk az iskolába, mert nem mindig jut kellő idő arra, hogy eleget foglalkozzunk velük, és én pedig nagyon szeretem a munkámat, nagyon szeretem a gyerekeket, és örömmel járok minden nap az óviba. A nevelési év második felében, ugye a húsvét nálunk nem olyan nagy szabású szokott lenni, az is csak ilyen csoportszinten, de anyák napját viszont a nagymamák és a szülők látogatásával egy nagyobb programként szoktunk megtervezni, akkor lesz még a nagycsoportosok búcsúztatása és az évzáró, illetve most hagyományteremtő szándékkal már a tavalyi évben először nyár elején szerveztünk egy ilyen nyárnyitó családi délutánt, amit szeretnénk a június elején megint megtervezni és megrendezni. Marát Zsuzsanna elmondta, az óvodások számára fontos megtanulni az alapvető dolgokat, mint például a kulturált étkezést, a köszönést és a kulturált viselkedést. A gyermekek jelmezei között nagy volt a változatosság. Mert gyendőnek akartam öltözni. Szoktunk átmenni a torna szobába, meg szokott meglepetés lenni, meg szoktunk aludni. Pesti Barbara Anna hercegnőnek öltözött be a Jégvarázs című mesefilmből. Mert van benne Olaf, jénszarvas, meg egy fiú, aki Annába szerelmes. Ezeket. A kincskeresős, a tánc, meg a képkeresés. Azért, mert itt a játékok, meg a barátaim. Pesti Barbara is rendőr akar lenni, ha felnő. Hát azért, mert van nekik pisztolyuk, meg bilincsük, hogy meg tudják fogni a bűnözőket. Az intézmény a hagyományok szerint a jövő évben is megrendezi a farsangi mulatságot.